Július 30-a és augusztus 2-a között főleg az elektronikus zenekedvelői számára válik fővárossá a Kincsesváros. A Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros projekt keretében szervezett Untold Fesztivál ideje alatt mintegy 150 előadó lép majd fel. A román népmességből, erdélyi legendákból ismert mesefigurák, királyfiak, hercegnők és szörnyek segítségével mondják el az Untold Fesztivál történetét. Avatták be a sajtó képviselőjét az esemény szervezői. Ezek a karakterek kísérik majd végig az eseményt bábú, grafika és más leleményes formákban. A háttérben egy kidolgozott és átgondolt koncepció áll, egy elképzelés, amelyet már régen kigondoltunk, amellyel most előálltunk, és amellyel Erdély kevésbé emlegetett arcát, Kolozsvár olyan arcát mutatjuk be, amely szerintünk érdekes lesz nem csak azok számára, akik kolozsváriak vagy romániaiak, de biztosan az országon kívülről érkezők számára is érdekesség lesz. A fesztivál első sajtótájékoztatóján a sárkány karakterét mutatták be. Az eseményre a Vörös Király látogatott el. A szervezők 23.500 jegyet adtak el eddig. Reményeik szerint hétvégére ez a szám eléri a 25.000-et. Az Untoldot nagyméretű fesztiválnak tervezik, ahol naponta akár 60 és 100 ezer között mozog majd a résztvevők száma. Az eladott jegyek, bérletek csak 25%-a kelt el Kolozsváron, a többit más településekről, nagyon sokan Bukarestből, sokan Temesvárról, Jászvásárról és Szebenből vásárolták meg, és az eddig eladott bérletek 3%-át külföldiek vették meg. A fesztivál Kolozsvár központi részeit szinte teljesen fedi. A főtértől a sétatéren át, a városi stadiontól a sportcsarnokig valamennyi helyszín része lesz az eseménynek.